pakolják az ágyakat az Izola éjjeli menedékhelyen. Május 15-én aludtak itt a Népszigeten utoljára hajléktalanok. A 76 férőhelyes éjjeli szállás működésének végére egy kormányhivatali ellenőrzés tett pontot. Létszámot kellett volna csökkentenünk, majdnem 50 fővel, amit ugye a finanszírozás kiesésével nem tudott volna pótolni az alapítvány. Hát így jutottunk erre a sorsra, hogy sajnos be kell zárnunk. Ez mit jelent, hogy finanszírozás? Nem tudták volna az ott dolgozóknak a munka, itt az itt dolgozók segítőknek a munkabérét fizetni? Igen, tulajdonképpen ugye itt 6-7 fős szociális munkástáb dolgozott, ami gyakorlatilag a fele, vagy még annyit sem tudott volna kigazdálkodni, meg hát minden egyéb működési költség annyira kevés lett volna, hogy tulajdonképpen fenntarthatatlan lett így az intézmény. 140-160 fedél nélküli fordult meg itt hetente az éjjeli szálláson, amelynek üzemeltetője a Léthatáron Alapítvány mindenkinek azonnal felajánlotta a segítséget a továbblépéshez. Az 50%-a kért segítséget, vagy részben, vagy teljesen. A másik fele meg teljesen elzárkózott, és elkezdett máshova menni. És gyakorlatilag utolsó nap 33 ember volt bent, aminek mondjuk az egyik fele csak elköszönni jött, tehát búcsúzkodni, egyébként van már neki szállása. A másik fele az pedig kicsit ilyen céltalanul hagyta el hétfő reggel a szállót. Az épületet az alapítvány kedvezményesen bérelte, az eszközök egy részét a baptista szeretetszolgálat használja. A szociális dolgozók nagy része már talált magának máshol munkát, hárman pedig egyelőre pihenni fognak.